Star Wars ködetek széles választéka a szukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Még tavaly ősszel elkezdtem nektek bemutatni egy képregény sorozatot, ami az IDW főleg gyerekeknek szóló Star Wars Adventure szériájához tartozik, annak is az egyik tematikus kiadványa, a The Clone Wars Battle Tales. Mivel ugye korábban is beszéltem már arról, hogy mivel főleg ilyen gyerekeknek szóló képregényekről van itt szó, ezért a fő Star Wars Adventures vonal engem nem igazán mozgat meg, és nem igazán szerettem volna vele foglalkozni, viszont van egy pár tematikus kiadványuk ennek a szériának a részeként, ami viszont érdekes Kell. Ilyen volt ugye a véderkastélyos történetek közül, kettő, amit már feldolgoztam a csatornán, és idén októberben valószínűleg fogok még ilyen kicsit ijesztőbb történetekkel foglalkozni, vagy a Harry Republic Adventures, illetve ez a Klónok Háborújás széria, ami a Klónok elmesélésében tartalmaz összesen öt kis történetet még a krisztus csatát megelőző időkből. Tavaly ezek közül én hármat már feldolgoztam, viszont mivel úgy tűnt, hogy nem túl sok embert érdekel ez a téma, így félbehagytam, nem fejeztem be de mostanában többen is kérdeztétek, hogy be fogom -e esetleg fejezni, így a mai videóban a maradék két történetet is szeretném feldolgozni. Hogyha a korábbi videókat esetleg nem láttátok, márpedig valószínű sokan nem láttátok, mert elég régen készítettem már őket, de az infoboxban, illetve a leírásban is megtaláljátok az idevezető lejátszási listát, de akkor nézzük, hogy mi történt a maradék két füzetben. A történet gyakorlatilag két történet szára oszható fel, ugye van egy jelenkori történetszál, ami a hiszi tartalmaz, Hozza, illetve vannak ezek a kis mesék, amit a klónok adnak elő, valamilyen szituáció révén visszaemlékezve egy korábbi esetre. Miután a három Jedi tábornok, Anakin, obi -Wan és Plo, Ventriszt és Dooku töldözve levált a klónokról, Kodi és Wolf pedig önkényesen egy ilyen túlszabadító küldetésbe kezdtek, az 501-es légió egyedül maradt, hogy tartsa azt a pontot, amit eredetileg megjelöltek számukra Anakinék. A szeparatisták viszont túlerőben vannak, így nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mire Hita az egyik klón elmesél egy korábbi történetet a meneküléssel kapcsolatban, ugyanis, mint kiderül, korábban dezertálni próbált. Ez a történet volt szerintem a legizgalmasabb az egész kötetből, mert egy olyan témát boncolgott, amit korábban a Kánon még nem igazán, egyedül talán a Klónok háborúja sorozatban révén, viszont talán ez a képregény még egy kicsit mélységében is belement abba, hogy a klónoknak mennyire van szabad akarata, és hogy mennyien vannak, akik élni szeretnének ezzel, ami szerintem nagyon érdekes volt. A történet gerince abból áll, hogy Wolf megbízza a Heatert, illetve más korábban dezertálást megkísérlő klónokat, hogy haltsanak végre együtt egy akciót a köztársaság számára, és amennyiben sikerül ez nekik, akkor elengedik őket. A küldetést végül természetesen sikeresen végrehajtják, ám ők addigra annyira egymáshoz nőnek, és megértik ezt a testvéri viszonyt, ami a klónok között kialakul, hogy végül úgy döntenek, hogy maradnak a köztársaság nagy hadseregében. Ez a végső megoldás talán egy kicsit egyszer rendezése volt az én ízlésemnek ennek a problémának. Nem annyira összetett és érdekes, mint annak idején a legendákban, például a Republic Commando könyvekben, viszont nyilván azt is érdemes hozzátenni, hogy itt egy gyerekeknek szóló képregényről van szó, tehát ezt nem annyira lehet elvárni, hogy olyan mélységében foglalkozzanak ezzel a témával. Viszont talán egy kicsit olcsó megúszása volt ez ennek, de nagyon örülök annak, hogy a kánonban is felmerül ez a téma, és én örülnék neki, hogyha később, akár a Bad Batch-ben, valamilyen kontextusban még előkerülne ez a kérdés, mert szerintem az egész Star wars az egyik legizgalmasabb téma, legalábbis én nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Az utolsó történet pedig egy ilyen nagyon-nagyon bugyuta és egyszerű dolog volt. Gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy Grievous elfogta Obivánt és a 212-est egy ilyen havas holdon, és arra kényszerítette őket, hogy építsenek újra egy hidat, amit korábban saját támadása révén ő maga rombolt le. Végül pedig obi a helyi ilyen kis havasi evokok segítségével akik talán még inkább Teddy Macynak néznek ki, és ölelésekkel támadják meg grievous első alkalommal, fel tudják venni a harcot a szeparatisták ellen, és végül megszöknek a bolygóról, illetve felszabadítják ezeket a kis medveszerű lényeket. Szóval ez volt a legbugyutább történet az egészben szerintem, ez volt a leggyerekesebb az összes közül, de mindazon által egy élvezhető sztoriról volt szó. Végül a jelenkori történet száll is happy enddel záródik természetesen, Anakin, Plo és obi újra felbukkannak és kise a légióikat, akiket hátrahagytak, majd végül együtt hagyják el a bolygót. Ennyi történt hát még a Clone Wars Battlefield színű minisorozatban. Voltak benne jó kis történetek is, és néhol a rajzok is jók voltak, viszont eléggé hullámzó volt a minőség ennek tekintetében is, ahogyan a történetek is eléggé változó minőségűek voltak benne, komolyság tekintetében, és pontosan ezért nem foglalkozok összességében sem, szerintem a Star Wars Adventures vonalal a későbbiekben sem, mert valószínűleg inkább inkább az ilyen utóbbi stílusú történeteket tartalmazza ez a sorozat, mint amilyen ez a grievous is volt, viszont azért egy érdekes olvasmány volt, és ahol szépek a rajzok benne, ott nagyon-nagyon jól néznek ki. Ez a borító rajz, amit a belső oldalon van például az egyik személyes kedvenc klónos képem úgy valaha nagyon-nagyon jól néz ki. Szóval, hogyha esetleg felkeltettem az érdeklődéseteket iránta, akkor mindenképpen egy olvasást ajánlatos, illetve a gyűjteménynek is szép darabja lehet. Szóval, ja, magyarul sajnos nem valószínű, hogy meg fog jelenni, viszont különböző külföldi oldalakról angolul is be lehet szerezni ezeket, szóval szerintem Hogyha szeretitek ezt az időszakot, akkor sok vesztenivalótok nincs vele. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a csatorna tagsággal, illetve a szuper köszönettel ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek! Jó srácok, a polkacserek több csilles talán csatlakozhatátok vagy valami.